most is egy új videó fogunk nektek csinálni. Remélem örültök ennek. Ez jól esett. Na akkor vágjunk bele. Ehhez a kísérlethez szükség lesz egy fehér virágra, két színű ételszínezékre és két pohár vízre. Az egyik pohárba berakjuk az egyik ételszínezéket, a másikba meg a másikat. Fogjuk a virágot, és így ketté törjük így a szárát. Remélem látszik, hogy így belerakjuk a vízbe, és egy napig várunk, hogy beszínezzük a virág. Akkor, és most várunk. Most hát kb. 3 óra eltelt a felvétele óta, és már látszódik is virágokon, hogy szépen alakulnak. Még pluszba vetettem 2-t, hogy még több legyen. A narancsárga egy kicsit lassabb, de szerintem már meg lesz. De ez a zöld, ez már egy, vagy a fehér, ez már szépen be van zöldülve. Igen, az nagyon szép. Sziasztok! Most jöttem haza nemrég az iskolából, úgy 3 óra körül van, és már ilyen szép színesek lettek a virágok. De miért? Azért, mert a virág a vízzel együtt felszívja a festéket is. De miért? A növény felépítése és a természetes folyamatok, mint például az átszivárgás és a kohézió, lehetővé teszi sok virág számára, hogy könnyen felszívja az élelmiszer színezéket, és a festéket a szirmaira helyezze. De miért? Amikor egy vágott virágot festékbe teszel, akkor a festéket felhúzza a szárra, és a vízzel együtt felszívódik, mivel a transpiráció miatt a víz elpárolog a levelektől, a festék a szirmokon marad. Ezt a kísérletet akármilyen ételszínezékkel meg lehet csinálni otthon, nekünk most ilyenek voltak, de akármilyennel is működik. Sziasztok! Tudományát!